Én egy gyerek voltam. Nem, tényleg egyébként nem szeretnek valamit. Igen, például egy évig bírtam a Szent István gimnáziumban iskolapszichológusként. Ott az volt, hogy aki nem matek és nem fizika szakos, az akár gyerek volt, akár tanár, az ilyen utódra, harmadrangú állampolgár volt. Tehát egyszerűen aki nem a természettudományokat nyomta, az kész volt. Tehát itt konkrétan azt éreztem, hogy a humán szakos tanárok sírtak az egyik vállamon, mert ugye azért ott is csak pszichológus voltam, a 400 gyerek meg a másik vállamon. És akkor tényleg pont van egy ilyen fénykép is, mert van mit tudom én, a magyar ifjúságban, vagy miben megjelent róla egy riport, és ezt mindet elmesélte, és ilyen fénykép, hogy és mindannyiunk feje tetején ott ült az igazgató, aki nagyon nem tolerálta azt, hogyha van pszichológus. De azért akkor ő, tehát eredetileg ő akart, hogy legyen egy pszichológus. Csak hogy nem tudta, hogy ez mit jelent? Nem tudta, de ő azt tudta, csak én nem voltam hajlandó. Ja. Tehát ő úgy gondolta, hogy darálja kockafejűre minden gyereket, aki még kilóg a sorból. Tehát borzasztó dolgokat. Tudnék, mesélni, de nem én fogok. Hanem, ja igen, Margó néni meg most pszichológus. Párka, ó, hát így jönne. Hamarabb jöttünk most 10 perc, de nem baj. De baj, megjöttek hamarabb. Gyárek. Na mi van? Minden. Semmi esemény. Csak szeretjük egymást. Igen. Tomikát átraktuk egy másik iskolába. Képzel. Hülye picsa találja. Kémia szakos. Na de lehetett volna az is, hogy ti a gyereket leszígyátok. Nem szígyük. Hát tudod mi történt? Hát nem, hát egyből az apját hozta föl. Késed, majd elmondom, jó? Késed, mondom, majd elmondom én, jó? Késed a gyerek, mert ugye volt a gázszerelő, mindegy késve jött, és akkor Éva, hát... Most ebben nem megyünk bele, mert ott hagytam a hűtő, hogy hívjad fel a gázszerelőt, de mindegy, most erre vissza... Mindegy, jó, igen, az a lényeg, hogy jó. Az a lényeg, hogy jött a gázszerelő, és te elfelejtetted, és a kapuban vissza kellett menni, ezért a Tomika elkésett, negyed órát késett, bement, és bement, majd elmondom. Jó, légy szíves, nem kell bele beszélni, vagy ha el akarod, akkor mondd el te. Nem akarod? Jó, szóval. Késett a Tomika, az igaz majd esetben. Most arrébb attól még, hogy ez most így sült el ez a pár mondat? Most tényleg van szükség, hogy ilyen. Hogyha bejövünk normálisan, és szükség. Látod, elment a hangom is. Bemegyünk normálisan ide, és akkor szeretjük egymást, hogy minden rendben. Ne hülj arrébb attól, rosszul esik. Nem azért kérdez. Ülök arrébb. Arrébb hoztad az egész éget. Szeretnék hozzá beszélni közelebbről, de megtennéd, hogy nem hisztizel, de most komolyan. Ez hiszti, ez egy büdös hiszti. Ha ilyen jelenet adsz nekem. 2 évesen hisztiznek így a gyerekek, tudod? Te meg mennyi vagy? Szóval késett a gyerek, a tanárnő lecseszte, és elkezdett személyeskedni, nem tudom, remélem így most jobb, akkor elkezdett személyeskedni, és előhozta az én, hogy mennyi pénzünk van, meg mennyi pénzünk nincs, teljesen gázolt, megalázta a gyereket. Nem látok, nem látok. És ezt komolyan tényleg a hátam mögött fogsz folyamatosan belerinyelni? Hátad mögött beszólsz? Szeretnék elmondani egy 20 másodperces történetet, anélkül, hogy valaki beleszólna. Ő ül csöndben és hallgatja, mert érdekül. Te nem ülsz, meg hanem te belebeszélsz folyamatosan, de nem kell belebeszélned, anélkül is tudjuk, hogy itt vagy, jó? Köszi. Hol tartottam? A lényeget mondtad, az okosságot. A tanárnéni és a... Igen, mindegy, a lényeg az, hogy összevesztek, szennyózott el a személyeskedet, előjöttek anyagi dolgok, mit tudom én, mindegy, és... pedig nincs is gyerekem a kémia tanártól. És akkor végül is az volt, hogy a Tomi kijött, nagyon összebalhelyztak. Most te a saját szinteden, a te humorszinteden érezted azt, hogy ez egy vicc. Szia, Jóli! Köszönöm, hogy itt voltam! Ne, állj, ne! Nem, ezt nem hiszem el. Tehát ilyen szinten kommunikálok, hogy ez egy vicc, hogy a kémia tanártól meg nem. És nem? Tudod, ha túl lennél ezen a szarságon, akkor te most ezzel röhögtél volna, de nem vagy túl rajta, és ha most ezt csinálom, megint megint. Ha most ezt csinálom, az rosszabb, mert megint... Féljél, itt van a faszin, aki kinyalja a seggedet, gyereket csinált neked, szépen neveli, dolgozik, hála Isten, megint van mi rinyálni, akkor rinyáljál, bazd meg, üljél ide, és rinyáljál, jó? Meséld el, de! Esélye, mert nem vagy szóval, hogy a hátam mögött. Milyen szó erre, hogy próbáljuk megbeszélni? Azért,
ne hogy? Hogy? Táblákkal álljak itt? Vagy hangfelvételről szóljak valahogy? Hát nem az szólt, hogy beülsz ide elém, egy monstrum? Mert mondd meg, ekkora vagyok. Én meg ilyen pici. Az arról én tehetek? És ez én anyádokra. Most ez komoly? Ez komoly. Hát ez komoly. Kérdésem. Kérdésem az, hogy tulajdonképpen, álnaív kérdés, na most ezt előre bocsátom, mi az, amin össze szoktak veszni emberek? Bármi. Az a pont, ott a pont, hogy bármi. Most is teljesen bármi. Na most... igen. Mondjad. Nem sürgetőleg, mint én mondom, csak... Leírtam, Sorban. Ja, bocsánat. Leírtam. Mert igazából én ezt szoktam kérdezni ilyenkor. Ezt a kérdést. Látszik? Igen. Ennél nincs nagyobb papírom, amire nyomtatni. Szóval ezt szoktam kérdezni, hogy most tényleg? Már jó, hát nem magyarázom, szerintem mindenki érte. Jó van, jön még egy jelenetünk. Most megint jóba vannak egyébként. Csak hogyha esetleg ők elfelejtik, akkor induljunk úgy, hogy úgy kell tudni, hogy jóba vagyunk. Figyelj, drága, ne maradjon ki! Mert elutaznak kettesbe, kivételesen, több napra. Főnök úszterban, neked több? Szexi is? Ha! Benne van. Te azt tudod, hogy ott vannak cápák? De, biztos, hogy nincs egy cápák. De vannak. Nincs. Nincs cápa. Nem mondom, tegnap láttam National Geographicon. De ne már, akkor azt fogom hinni, hogy ott van, és akkor nem megyek bele a vízbe. Nassi? Ide hozhatod, azt jelzem. Jó, most sem tudtam, hogy ilyen rendszeredet most hirtelen. De megy. Megmondta a kapszulját, nem? A cápák után. Jó. Mert nem olyan nagy cápák, hogy kis cápák. Baba cápa. Jó. Baba cápa. Ezeket hozzam, vagy nem? Miket a tányérakon? Hát ezeket ilyen. Majorkára? Minden? Mi volt szerintem? Jó van, akkor. Izgulom, pam 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 pam. Nem tetszik, hogy énekelek, vagy mi? Gyönyörű. Akkor miért mondod, hogy hagyjam abba? Nem mondtam, hogy hagyd abba. Most mondtad, hogy hagyjam abba? Nehogy is, bár. Azt meg akkor szeret meg te a bőröndödet, nem az én bőröndöm. Mit mondtam neked, hogy hagyd abba? De most miért hagyjam abba? Zavarodjunk meg? Nem mondtam ilyet, hogy hagyd abba. Most mondtad az előbb, hogy hagyjam abba. Azt hagyd benne abba. Hagyd benne a sapkát, hagyd benne. Milyen sapkát? Amit így elkezdtél motozni. Nem tudom, hogy miről beszélsz. Dúdolgatom a kedvenc darabat. A faszért kell beleszólni, hogy hagyjam abba. Nem mondtam, hogy hagyd abba. Szeretd meg, te a csodás hangodat, hogy imádom. Váljál meg engem, kedves fiam, elmetes rózsa. Szerintem kapjon betébe a cápa. Te jó, kapja a cápát is, baszd meg, kapjál meg mindent! Hogy én kibaszom bőrödöt, nem lehet rosszabb megszerelni! Mindenkel is nincs belekedett a házot! Mert téged zavarasz, hogyha nekem jó! A sapkát! Na tessék, túl sokat beszélsz, túl sokat üvöltesz! Nincs igazad, ne fogsz fulladni most! Miatt fog meghalni, te szép! Meghalni! Tudod, mint igazad is van, abba hagyom a tudós picsába. Vidd is vissza, és kell! Ne! Mi ez a teát? Mi drámázol? Hát mondtam csak, hogy hagyd benne. Így mondtam, hogy hagyd benne. Nem azt mondtam, hogy hagyd abba. Tessék. Jó, kész. Abba van hagyva. Isten szelek! Nem ugranunk rá senki! Mindenki kusva van! Ugye? Ugye. Itt a texel. Húztam a faszba. Utolsó alkalom a beszélgetésre, hogy hát mi esélyt adunk ezeknek? Tehát, hogy melyik rész van itt túlsúlyban, az, hogy imádjuk, szeretjük egymást, tűnci, tűnci, vagy kézenfogva, csók, puszi, édes, avagy az, hogy menj a
rohadj, meg dögölj, meg miattad fogok meghalni, már most már elszabadultak rendesen. Most már az utóbbi? Na most akkor én, mint pszichológus, szerintem mondja. Ezt tudják csinálni 40-50 évig az emberek. Tehát ez menni fog? Ez menni fog neki? Én láttam már ilyet. Na jó, de most akkor az a kérdés, hogy mit tudok én ebbe valahová mozni? Egyáltalán tudok-e? Vajon? Egyáltalán ők tudnak-e? Vagy mi lenne itt igazából a megoldás? Van-e megoldás? Az is lehet, hogy élvezik. Tehát, hogy azért térjünk arra rá, hogy összesöpröt nem érdekes, én vagyok úgyis. Szóval, az is lehet, hogy igen, valaki azt mondta, hogy megszokták, vagy meg fogják szokni, vagy ez már rutiná. Hogy akkor már ebbe is bele lehet berögzülni, vagy hogy nálunk az a szokás, hogy nem tudom 4-8-kor, hogy 9:30-kor ordítunk-e. Ez lesz? Hát de most miért fogunk ordítani? Biztos, hogy ordítom, és akkor minden nap kirobban. Na jó, de itt nem arról van szó, hogy minden nap van veszekedés. Én csak azt... néz ki, mert egyre durvul a dolog. A stílus, ugye? Én úgy veszem észre, a stílus, a hangerő, a dolog az durvul, és ők meg mindig jönnek kézenfogva, hogy á, nem is, hát mi imádjuk egymást. Bulevési technika? Tagadják. Tessék? Na de ha tagadják, az nem biztos, hogy jó, mert nem arról van szó, hogy előttem akarják tagadni, hanem önmaguk előtt is. Tehát nem arról van szó, hogy úgy csinálunk előtted, mert nem akarunk megbántani. Tehát, hogy te vagy a pszichológus, de hát a szegény lelked összeroppan attól, hogy mi nem tudunk javulni, pedig azért jön ide. Tehát nem ezért. Nem hallom. Nem biztos, hogy önbecsapás, mert én azt tapasztalom, hogy amikor nincs veszekedés, lehet, hogy akkor is jobban van. Az is lehet, tehát hogy akkor, amikor jönnek kézenfogva, az nem egy színdarab, tehát nem egy olyan, hogy csináljuk úgy, mintha jobban lennénk, és így letöröm mindjárt a kezedet, de úgy csinálunk, mintha kézenfogva jönnénk. Én nem így éreztem. Valami miatt minden állam ki akartak tartani egymás mellett. És olyan tudom, na de ez rossz nekünk? Azt nem tudom, hogy jó-e nekik, de hogy akarják, mert amikor a megcsalás kiderült, akkor mind a kettő felépítette a maga sztoriát, amivel ezt fel tudta dolgozni, igen, vagy el tudta viselni. Igen. Tehát minden állam együtt akarnak maradni. Na de mi más hiányzik egy jó kapcsolathoz, mint az, hogy igen, minden áron ki akarjunk tartani egymás mellett. Mármint egy viszonylag tartós, hosszabb kapcsolathoz. Mi más hiányzik? Mert ha legalább 50% nem akarja, tehát ha a kettőből egy darab ember nem akar kitartani másik mellett, akkor annak vége lesz, nem? Ha egyik se akar kitartani, akkor annak hamar vége lesz. Még egy ideig el lehet játszani, mintha, vagy el lehet játszani, hogy ezeket a köröket. A gyerek kedvére, a házunk kedvére, a közös vállalkozás kedvére, a vagyon, meg amit tudom én, anyád mit szólna, meg nem tudom, mindent most lehet. Most kezdjük új életet. Hogy? Megszokás, most kezdjük új életet, hát az már úgysem menne. Hát 20 évet lenyomtak egymást fel. Egy idő után elege lesz az egyik. Veszekedélyen vagyok. És akkor forradalom jön? Vagy szabadságharc? Vagy leválás, vagy megcsalás, vagy figyelj, vegyünk új ágyat, mert a szeretőmnek ez nem kényelmes. Teveletnek majd a konyhába. Hát szóval igen. Na jó. Külön-külön gyengék? Ez jó vonal, ez lehet, hogy jó vonal. Hogy? Igen, tehát hogy csak különböző gyengének. De ez nem mindegy, hogy anyagilag vagy érzelmileg. Ez nagyon nem mindegy. Igen, ez nagyon nem mindegy. Na jó, akkor még utoljára valamit kezdjünk veletek.
Szia! Szia! Szóval, ott vannak fontos dolgok, amikben tulajdonképpen kitartatok egymás mellett. Támogatjátok egymást. Igen. Segítitek egymást. És akkor megmondanátok, hogy ilyen kis, amit magatok is úgy neveztek, hogy kis piszli csávé baromságok. Ugye? Na most, a kérdésem az, hogy kinek kéne ezt abba hagyni akkor? Mindkettőnknek. Abba hagyjuk. Már abba hagytuk, kérdezem. Tudod miért? Nem tudom, fogalmam nincs. Fogalmam nincs. Ez mit jelent? Azt amire gondolod? Igen. Évike megkapta a leget. Igen, de hát például, hogy szintén egy párterápiában részt vett kliensemből mondjak egy dolgot, amivel a titoktartást ugye nem oldom fel, de hát például egy hónapig lehet azon veszekedni, hogy mi legyen a neve. Körülbetétessük, vagy ne? 5 hónapig, ne is tudjátok. Az a félelmetes, hogy most bennünk ez átkattintott valamit. Igen. Mondtam, hogy a Zsolti nem jön. Akkor nem lesz Zsolti. Ez csak bennünk kattintott. Jó. Kicsit megijedtem. Szóval a lényeg az szerintem is, hogy szóval a dolog az nem úgy van, hogy mind a ketten eldöntöttétek. Nem ez a lényeg, nem ez fog fordulópontot okozni. Hanem, ha mindegyiktek azt mondja, hogy én eldöntöttem, és ha te elkezdesz veszekedni, akkor én azt mondom, hogy most tényleg veszekedni akarsz, ne legyél már ilyen hülye. Én eldöntöttem, hogy abban.